Menjünk ki szépen a legközelebbi villamos megállóig. Ő menjen a villamos megállónak itt a legvégére, tehát ahol még nagyon gyorsan jön a villamos, ott elbúcsúzunk egymástól, jön a villamos, és én eléje lököm. Csak a természeti lénye fog megszűnni. Mint társadalmi lény természetesen tovább fog élni, mert hiszen a újságok írni fognak róla, nem csak rólam, ő róla is. És itt a, és itt a. Tehát hogy képzeli azt, hogy pillanatra is elválaszthat a társadalmi létünk a természeti létünktől? Bármikor nagyon szívesen bebizonyítom neki. Tehát nem arról van szó, hogy a társadalmi lét megszünteti a természeti létet, hanem arról van szó, hogy egy magasabb szintre emeli. Tehát itt véletlenül ne higgyük azt, hogy bennünk nem sérülnek pillanatról pillanatra azok a ritmusok, amik a természeti lényünkből fakadnak. Azáltal, hogy erőltetünk dolgokat, amiknek semmiféle megfelelése nincs a nagy természetben. Tehát ez az egyik olyan, mondtam, hogy két dologról fogunk itt beszélni, tehát az egyik olyan szempont, amit feltétlenül tudomásul kell vennünk, a jelenlegi iskolarendszer megítélésekor. Ez azt jelenti, hogy kezdettől fogva, mióta ebben a rendszerben oktatnak és nevelnek, azóta egyfolytában sérült emberiség kerül ki az iskolapadokból, minél tovább tanul, annál inkább. És a végén már egészen súlyosan sérült. Na most a kétféle, tehát a természet és a természetellenes társadalom között van még egy olyan, pontosan még kettő, olyan ellentétpár, amit érdemes kidolgoznunk. Tudjuk, megint nem tudjuk, mi lenne az előny, ha a természetes társadalom modelljét fogadnánk, és nem tudjuk, hogy mi a veszteségünk jelenleg, amikor a természetellenes társadalmi működésnek vagyunk, a tagjai, illetve áldozatai. Tehát a természetellenes, vagyis a jelenlegi oktatási rendszer a részlegesség jegyében zajlik. Ez nagyon lényeges dolog. Tehát a részlettudásról részlettudásra arra szól, és azt hiteti el, vagy próbál ki elhitetni a tanulóval, hogy ha sok ilyen részlettudást egymásra épít, akkor ő a teljesség birtokosa lesz. Na most ez úgy, ahogy van, hazugság. Tehát illene tudni, hogy én hiába építek egymásra akármennyi részletet, abból teljesség soha se lesz. Tehát a teljesség nem ilyen úton áll elő. A teljesség az direkt ráhangolódás révén ismerhető meg, de ezzel egyáltalán nem foglalkozik a pedagógia a felvilágosodás kora óta. Egyáltalán nem foglalkozik. Tehát a részlegesség jellemző rá, ez azt jelenti, hogy bizalmatlan minden téma szintjén bizalmatlan a teljességgel szemben. Ez valami elképesztő dolog. Tehát egyszerűen, ha az ember azt mondja, hogy polihisztor, tehát egy széles látókörű valaki, akkor már húzódnak el a száj, hogy na, annyit is ér az a tudás. Holott a korunk is tele van polihisztorra, egyet már említettem ma, de hát említettem a többet is, ugye Grandpierre Attila személyében. Tehát mitől lesz rosszabb zenész Grandpierre Attila? Attól, hogy kiváló csillagász. És mitől lesz rosszabb csillagász? Attól, hogy kiváló zenész. Tehát miért kell ezt a két dolgot egymással szemben kijátszani, és miért kell úgy tenni, mintha az egyikben szerzett többlettudás csak a másik rovására történhetne. Tehát meg még annak idején ezt magyarázták az egyetemen, hogy fiam, vagy kevésről fogsz tudni sokat, vagy sokról fogsz tudni keveset. Ismételjen? Ez gondolom mindannyian hallottuk valamilyen formában. Na most ez úgy hazugság, ahogy kimondják. De bevettük, én is bevettem. Mert ez csak a részleges tudásra vonatkozik. Arra tényleg vonatkozik. De tudás az nem csak részleges típusú van, hanem teljes. Teljességre vonatkozó tudás is van. Ott pedig minél tágabb körben terjesztem ki a tudásom, annál mélyebb is lesz. Egy példát hadd mondjak saját életemből, ha én csak a koronával kezdtem volna foglalkozni, semmit nem tudnék a koronáról. Most se tudok sokat, de azért valamivel többet. Tehát ahhoz, hogy valamit tudjak a koronáról mondani, ahhoz nekem Csontvárival is kellett foglalkozni, Nagyszent Miklósi kincsel is kellett, Velemédi templommal, festett kazettás mézetekkel, és így tovább. Mert csak az azokban elért, tehát
összegeződött tudás segített hozzá egy-egy felismeréshez, mondjuk a szemkorona kérdésében. Tehát egyszerűen nem igaz az, hogy minél többet foglalkoztam kazettás mennyezettel, annyira kevesebbet tudok a koronára. Nem igaz, pont a fordítottja igaz. Tehát mindesetre a részlegesség és egyetemesség, ez a két kategória, amelyik a természetellenes, illetve a természetes társadalom, illetve neki megfelelő pedagógia között fönnáll. És akkor még egy ilyen kettősség, a mennyiségi vonatkozások, illetve a minőségi vonatkozások vezető szerepe. Na most a jelenlegi oktatási rendszerben, de mindig hangsúlyozva, hogy ez a jelenlegi társadalmi modellnek a vetülete és kiszolgálója. Tehát a jelenlegi társadalmi modellben melyik a domináns, a mennyiségi vagy a minőségi? Ez gondolom, hogy nem kérdés. Tehát ami egészen döbbenetes az az elfajulás, ami jelenleg a mennyiségi szempont javára és az emberiség kárára, hát elharapozott a világba, de van egészen döbbenetes. És az is döbbenetes, hogy mennyire nem figyelünk föl rá. Tehát az, hogy milyen trendek lesznek az életünkben, akár a magánéletben, akár a közéletben, az egyedül és kizárólag mennyiségi mutatók határozzák meg. Ennek alapján döntik el, hogy ki lesz a főnökön, egy Megyes Peter, vagy egy nem tudom én kicsoda, tehát kizárólag mennyiségi alapon. Semmi köze, semmiféle minőséghez. Most ezt pontosan tudják azok, akik választásokat terveznek és bonyolítanak le, de nem is törődtek azzal, hogy pozitív, tehát minőségi programot adjanak. Én gondolom, hogy erre felfigyeltek annak idején. Teljesen fölösleges volt, mert a mennyiségi mutatók már előre be voltak táplálva a számítógépbe. Tehát teljesen mindegy volt, hogy a minőségi mutatók azok hogyan alakulnak az országban. De ez csak egy példa. De bármi, ha valaki iskolát alapít vagy működtet, az első kérdés az, hogy hány tanulód van. Ha valaki előadást tart, egyetlen kérdés, sokan voltak vagy kevesen, hányan voltak? Hát ha valaki ismer engem, ha ketten ülnek itt, senki több ebben a hatalmas teremben, ugyanígy mondom el. Tehát semmi köze nincs a mennyiségi mutatónak ahhoz, hogy itt most valami tényleg mérható és nagyon fontos dolog elhangozik, vagy sem. Na most a természetes társadalomnak alapvetően minőségi a követelményrendszere. Ez nem zárja ki a mennyiségét természetesen, de nem abszolutizálja. Most jelenleg egy úgynevezett természettudományos világképben, amelyik időnként úgy föl-föl sohajt, hogy elhova, de ettől ez nem lesz vallási világkép. Tehát ez mi mellé rendeltem van, hogy de azért ez nagyon jó tempomjáró ember ez a tudós. Az lehet, hogy nagyon jó tempomjáró ember, de a felfogásában ez semmit nem változtat meg. Ugyanolyan vulgáris, materialista, mint ezelőtt 20 évvel, amikor viszont a pártitkárját látogatta ugyanebben az időben. Tehát ennek a minőségi vonatkozásnak, ennek bizony nagyon fontos szerepe van, mert ellensúlyoznia kellene azt, amit még a mi számunkra úgy fogalmaztak meg, hogy tudományosnak bármilyen tétel csak akkor nevezhető, beleértve a művészettörténetét is, hát én művészettörténész vagyok. Ha az valamilyen módon, tessék megfogockodni, matematizálható. Nem viccelek. És ez rejtve vagy meghirdetve mai napig így működik. Tehát ha egy tételrendszer nem matematizálható, akkor az nem tekinthető tudományosnak. Ezért van az, hogy a úgynevezett szellemtudományok terén, tehát mondjuk társadalomtudomány, művészettudomány és itt a viszont, egyre másra jelennek meg olyan statisztikák, ahol hát az ember úgy nézi, erre mi szükség volt? Az ég világon semmit nem értek meg jobban. Na jó, de ott mennyiségi mutatók vannak. Innentől kezdve az már tudományos publikációnak számít. Az ég világon semmit nem magyaráz meg jobban, sőt, lefárasztja az olvasót, és tévképzeteket ültet el benne, hogy tud mindig ez a lényeg. Na akkor, haladni azért haladunk. Már itt vagyunk, az első bekezdés végén.
azt mondja, hogy ezt hadd olvassam föl szó szerint. A természetes modell másfajta vetülete, de ugyanannak a valóságnak. Tehát nem zárja ki a jelenlegit, hanem kiegészíti azt, és a kétféle vetület együtt igaz. Most ez úgy tűnik, hogy na hát ez egy 1988-as duma, hát akkor nem lehetett volna ezt másképp megjelentetni. Hát először is ez soha sehol nem jelent meg. Tehát ez ugyanúgy kézirat ma is, mint akkor. Semmi ilyen megfelelési kényszer nem munkált bennem, hogy úgy fogalmazzam meg, hogy ezt majd valaki elfogadja, vagy nem fogadja el. Hanem arról van szó, hogy egy lónak majdnem mindegy, hogy melyik oldalára esem. Tehát hiába döbbenek rá arra, hogy a mennyiségi szemléletnek a dominanciás, sőt, egyeduralma az nagyon rossz, és hogy nagyon jó lenne, ha egy minőségi követelményrendszer ezt ellensúlyozná, de ha meg azt abszolutizálom, akkor meg ugyanolyan hibát követek el. Tehát bizony kettő egymást kellene, hogy kiegészítse, és ennek kellene tükröződnie az iskolai oktatásban, tehát a pedagógiában is. Na most, ajánlott irodalom, ezt csak, hogy mondjam, a poén kedvéért mondom, ekkor még összesen két mű volt ide. Hintalan László, de nem ez a műve, mert akkor ez még nem volt meg, hanem a hagyomány értékei. Ezt már azt hiszem ő sem vállalná, nagyon jó volt egyébként, ugyanilyen rövid füzet volt. Ez egy párhuzamos futtatása volt képsoroknak, hogy mit ad a mai szervetlen társadalom működés az embernek, és megfelelő tételekben mit ad egy természetes társadalom. Rendkívül tanulságos volt, tehát ennél már sokkal riasztóbb ellentétpárokat tudnánk, tehát sokkal gazdagabb képanyaggal és szöveggel tudná ő maga is megírni. Másik Molnár V. József vázlat a természetes modellezéshez, hát az ennek a világvirágnak volt egy kezdeti stádiuma, amit Gödöllőn adtak ki először, ha jól emlékszem, de lehet, hogy Debrecenben. Tehát minden esetre valahol vidéken. És itt még valamit hadd tegyek ehhez, mert ezzel az első kis bevezető ponton túljutottunk. Ez pedig a következő. Ha megnézzük a kiadások helyszíneit, akkor egyszer csak fölfigyelünk arra, hogy jelenleg a természetes társadalomnak és a szerves műveltségnek legalább 15-20 éve az igazi műhelyei nem Budapesten vannak. Tehát magyarul ennek az országnak a szellemi központja nem Budapest. És ezt nem azoknak mondom, akik hogy mondjam, szociológiával foglalkoznak, hogy legyen csemegék, hanem azoknak, akik esetleg vidékről jönnek, és mondjuk egy állandó kisebb rendőrség érzéssel, hogy hát az már csak a periféria. Hát elég sokat járom az úgynevezett perifériát, és mindenütt azt mondom, hogy a világ közepe ott van, ahol te a nagy dolgot leteszed. Tehát magyarul, ahol alkotsz. Az mindig a világ közepe, ahhoz fog a világ rendeződni. Tehát hogyha ez, mit tudom én, karakorszörcsöke van, akkor karakorszörcsöke van a világ közepe. Na most ebben úgy tűnik, hogy egy világ, ami Magyarországnak a közepe, az nem Budapesten van. A legtöbb ilyen kiadvány, talán, én számszerű pontos mérés még eddig nem csináltam, mert naponta jönnek az új kiadványok, azok valószínű, hogy Debrecenből érkeznek, pedig Debrecennek a műveltsége ma nagyon nagy veszélyben van. Tehát ezt tudni kell, hogy azért ezeket nem csak mi tartjuk számon ezeket az értékeket, és ahol már túl sok ilyen jellegű érték napvilágot látott, például Debrecenben a Főnix kiadványok, akkor egyszer csak megjelenik egy kis társulat, és megnézi, hogy nem lehetne mondjuk a polgármestert kicsit megvesztegetni, és akkor a belvárosban kialakítanak egy új utcarendszert, és így tovább. És akkor egyszer csak kiderül, hogy ide be fognak telepíteni embereket. Honnan? Valószínűleg Vlagyivosztokból. De lehet, hogy ez eszkimók közül. Tehát most ez folyik Debrecenben. Folyik ez Budapesten is, csak itt már hozzászoktunk. De Debrecenben nagyon nagy üzemileg folyik. Tehát azt jelenti, hogy bizony nagyon komoly veszélyben van az a szellemi központ is, mert ahol ezek betelepülnek, ott fű nem nő tovább, de durva sem. Tehát ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy nem jó fixálni a szellemi központokat. Mi annak idején, amikor az Örökség Népfőiskolát Molnár V. József létrehozta, és az első év után, sőt Hintalan Lászlóval ugye létrehozták, majd csatlakoztunk hozzá az első év után többen is, akkor ők mindenképpen Gödöllőn akarták folytatni. Ezek most már tudomány történeti tények, és érdemes megjegyezni őket.
és a harmadik, negyedik év után sikerült csak rávenni őket, hogy gyerekek mozog.